Az NB3 keleti csoportjának 14. helyén szerénykedő Tiszaújváros otthonában lépett pályára Magyar Kupa mérkőzésen a Paksi FC labdarúgó csapata, a tét a legjobb 16 közé kerülés volt. Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban, a 7. percben Busi, a 17. Kovács vette be Székely kapuját, így rövid idő alatt 2-0-ra vezetett az alacsonyabb osztályú Egylet. A folytatásban 2 perc alatt egyenlített a PFC. A 21. percben Fröhlich ellen szabálytalankodtak a 16-oson belül, a büntetőt a sértet értékesítette, majd a következő vendégakció után Kővári centerezését borfejelte a kapuba. 2-2-vel vonult a költözőbe a csapatok. A fordulás után az 57. percben Asztalos lerántotta az első gólszerző Busit, a szabálytalanság piros lapot ért, a pontrugást Busi a Paksi kapu jobb felső sarkába lőtte. A találkozó a 79. percben dőlt el, akkor Molnár 18 méteres lövése a vendégkapufát csattant, a kipattanót Katona értékesítette. A 86. percben még kozmetikázott a 10 emberrel játszó zöld-fehér együttes, a gólszerző Balázs Zsolt volt, de már nem tudta hosszabbításra menteni a meccset az OTP Bank Liga 3. helyezettje. A végeredmény Termálfürdő FC Tiszaújváros, Paksi FC 4-3. A PFC így a legjobb 32 között búcsúzott a Magyar Kupa 15-16-os kiírásától. A mérkőzés jegyzőkönyvéhez tartozik, hogy két paksi játékos, Bor és Varga Milán az első félidőben összefejeltek, ezért őket kórházi megfigyelésre szállították. Egy meccsen rúgtunk annyi gólt, mint eddig a bajnokság eddig lejátszott mérkőzés alatt. Hát úgy látom, hogy ezekre a kupameccsekre jobban összeszedi magukat a gyerekek, hát megpróbáljuk ezt átültetni már a bajnoki mérkőzésekre is. Sok jót nem tudnék elmondani a játékunkról. Habár rúgtunk 3 gólt, de a védekezésünk az 0 volt. Tehát igazából sokkal többet vártam azoktól a játékosoktól, akiknek adtam lehetőséget, és eddig még nem játszottak a csapatba. Hát nehéz lesz így oda kerülni az első kerethez, illetve kezdőként, hogy bekerüljenek.